Diadalmenet a rákgyógyulás felé hal címmel jelent meg Béke Mériam gyötrelmes kórkép című könyve. A rákbetegséggel kapcsolatban már számtalan írás megjelent, a betegséget és a gyógyulást egészségügyi szakmai értelemben sok szempontból értékelték. Hát, ha segítek embereken... Béke Mériam írása ebből a szempontból hiánypótló. Azt veszem észre, ahogy ő fogalmaz, a könyvet nem tudós ember írta. A felismeréstől a gyógyulásig vezető hosszú és gyötrelmes úton rájött, hogy a beteg számára mennyi minden nem kézenfekvő. Én szeretném, hogyha ezt a könyvet, aki elolvassa, úgy érezné, hogy egy laikus, de jó szándékú embertől valamiféle segítséget kapott. Tehát nem gyógyítást, jó szándékot, és amit én megtapasztaltam, tisztában vagyok azzal, hogy amit én megtapasztaltam, azt egy másik ember másként tapasztalja meg. Tehát lehet, hogy itt egy csomó olyan ember van, akit a tenyerén hordtak az orvosok, és nem érezte magát olyan kellemetlenül, mint én néhányszor. Szerencsére találkoztam én is olyan orvossal, akihez beléptem a rendelőbe, és azt éreztem, hogy meg akar gyógyítani. Higgyék el, hogy ez nem egy mindennapos dolog. Az ember lapos kúszásba közlekedik, hogy mit fölöslegeskedek én, mit okvetetlenkedek, hogy miért kell nekem, és ezeket a kifogásaimat leírtam a könyvbe, és bízom benne, hogy el fogja prominens személy olvasni, és meg fogja a gyógyírt találni arra, hogy miért vagyok köteles végighallgatni egy orvosi vizit alkalmával az engem vizsgáló orvos anyagi helyzetét, amikor én mentem oda azért, hogy műsoron legyek, és más színdarabot játszanak. Lehet, hogy én egy pesszimista ember vagyok, de nem mindig voltam az. A városi könyvtárban sokan voltak kíváncsiak az egykor vendéglátósként, később rendőrként dolgozó Béke Mériam könyvének bemutatójára. Megyek, és akkor csatlakozok a méhnyakrák megelőzéshez. Rák megelőzéssel foglalkozó civil szervezetektől is többen megjelentek, és hozzászólásukkal segítették a később egyre inkább párbeszéddé alakuló könyv bemutató menetét. Voltak olyan megéléseim, Béke Mériam sajnálatára városi orvosok azonban nem jelentek meg a rendezvényen. Felteszek néhány olyan kérdést, ami nem is gondoltam, hogy megválaszolnak, hogy vajon lesz olyan idő, amikor az orvos és a beteg érdeke találkozik? Nekem van egy orvosbarátom, nagyon büszke vagyok rá, hogy ő az egyik lektorálója a könyvemnek. Két orvos lektorálta a könyvemet, az egyik orvos azt írta, kritikaként, hogy orvos kollégáinak ajánlja ezt a könyvet. A másik orvos, szerintem túlzottan, azt írta, hogy kendőzetlenül őszinte ezért hiteles számára ez a könyv, és mostantól kezdve tanítani fogja. Ez az orvos 7 éve Angliába dolgozik. Azért dolgozik 7 éve Angliába, mert Magyarországon nem tudott a fizetéséből megélni, mert olyan orvos volt, aki nem kapott borravalót. Én azt gondolom, hogy a magyar egészségügy az egy dolog. A könyv bemutató végére mindenki egyetértett abban, hogy orvos és beteg között hiányzik a megfelelő kommunikáció, és főleg a rákbetegséggel kapcsolatban hiányzik az alapos felvilágosítás, a téma kibeszélése. Ha változás is lesz, ez nem lesz egy rövid folyamat. És nagyon dicséretesnek tartom én azt, amit a hölgy csinál, hogy nekünk embereknek kellene összefogni. Nem kívülről kell várni, és nem az kell, hát pénzhiány. Ez mindenre rámondják, hogy pénzhiány. Egyszerűen csak szeretet kéne, meg együttérzés. A gyötrelmes kórkép kendőzetlenül fogalmaz a magyar egészségügy valóságáról. A szerző már túl van a nehezén. 6 évre néz vissza a műtéttől a teljes gyógyulásig. Ha önöket is érdekli a gyógyulás története, a könyvtárban megvásárolhatják, de kölcsönözhetik is a kötetet, hisz Béke Mériam 3 könyvet
ingyen adományozott a Városi Könyvtár részére.